Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Felkavarta a nyár végi állóvizet az, hogy vajon a miniszterelnök lánya és annak férje mit keresett Bahreinben, és egész pontosan az olajtársaság, az ottani kormány olajügyi illetékeseivel tárgyaltak, vagy csak látogatóba voltak, de hogy miért is kavarodtak fel ezek az információk, és itt a hírfolyam ezzel kapcsolatban, az szerintem pont abból adódott, hogy az érintettek, hát nem fogalmaztak az elején pontosan, egy kicsit mindig bővült a sztori, tegnap este már eljutottunk odáig, hogy csokoládét ettek, illetve a gyöngyhalászatról beszélgettek. Aztán ma Lázár János pedig azt mondta, hogy szerinte keleties népmese-szerű túlzás volt az, hogy a bahreiniek eldicsekedtek azzal, hogy ott járt a miniszterelnök, ráadásul rosszul írták a kép alá felesége, mert hogy ugye a lányáról van szó. Kovács Zoltán a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyha önöknek, a kormánynak semmiféle információja nincs erről az útról, mert hogy ez egy magánút volt, akkor az az információ meg honnan van, hogy ez egy keleties népmese és túlzás volt, amit az ottaniak műveltek? Nagyon szépen összefoglalta ezt a történetet, úgyhogy már túl sokat nem fogok tudni hozzátenni. Feltételezem onnan, hogy a kinti konzuli tanácsossal beszélt a külügyminisztérium azóta, és feltételezem, hogy ez derült ki. De ezt most tudja, mert akkor ez megint egy új információ, vagy csak feltételezik? Mivel ő ott volt azon a találkozón, és nyilvánvaló ugye az országban az én ismereteim szerint csak vízummal lehet beutazni, tehát a történetet nem olyan nehéz felgöngyöríteni, hogy hogyan szereztek tudomást arról, hogy egy magánútra érkező rokon, miniszterelnök hozzátartozója érkezik az országban, ez szerintem nagyjából fedi a történetet, illetve ennél többet nem tudunk mondani, hogyha fogóval kínoznak, se fogok tudni többet mondani arról, én mert egy magánjellegű látogatásra nekem nem áll módonban többet mondani, mert nincs több információnk. De én pont ezt kérdezem, hogyha nincs több információk, mert hogy ez egy magánlátogatás volt, akkor azt meg honnan gondolják, vagy tudják, hogy ez egy keleties népmese, ők költötték, a konzul hát, biztos onnan, nem hogy mondott maga ilyet. Lázár János is, a miniszterelnök is többször járt olyan közép-ázsiai, illetve közép-keleti országban, ahol pontosan ismerik ezeket a szokásokat. Mik a szokások? Én nem tudom, én nem jártam ilyen országban. Én sem voltam képzelje el még valójában csak átutazóban ilyen helyen, úgyhogy nekem nem volt még részem ilyen típusú fogadtatásban. Ezért tudom, nem titulálták önt a miniszterelnök, nem tudom, vejjén. Világos, de az a lényeg, hogy azért arról vannak történetek, hogy milyen fogadtatásban részesül ilyenkor az ember külön figyelemmel a családtagokra. Tehát ezek egyszerűen máshogy fogják fel az ilyen típusú kapcsolatokat, mint mi itt Nyugat-Európában, illetve Európában. Ezt meg el is tudom képzelni, hogy ott híre megy, miért nem, a konzul tud róla, esetleg a konzul eleve tesz hivatalos jelzést az ottani kormánynak, hogy itt van egy másik állam miniszterelnökének a rokonsága, ó persze, szeretnénk fogadni őket, hát simán el tudom képzelni ezt a történetet. De ez még miért adna okot olyan félreértésre, vagy olyan nagyotmondásra, hogy azt írják ki a kép alá, nem a feleség, meg lány csere, tehát hogy nem ez a lényeg, hanem hogy ők az energiapolitikáról tárgyalnak. Ezt viszont tőlem ne kérdezze, hát egy, nem voltam ott, kettő, nyilván azoktól kell megkérdezni, akik ezt kiírták. Én mába sem vagyok biztos, hogy maga nem volt ott. Feltételezem, hogy azért változtatták meg azt, ami le volt írva, mert közelebb áll a valósághoz, hogy mi történt valójában, mint valaki, aki illetője is volt ott a találkozón, kellett írni egy hírt erről a látogatásról, de fogalmam sincs, hogy őszinte legyek. Még egyszer, valószínűleg ezek a keleties túlzások, illetve a kultúrából fakadó kicsit túlhúzgóság volt emögött az egész történet mögött. Pont. Csú, lehet, hogy most a bahreini kormány szóvivő a kollégája iszonyúan szorul emiatt. Tekintette, hogy egy ügynökségről van szó, nem gondolom, hogy kormányzati szinten kell ezzel foglalkozni. Láttam az elmúlt két nap viharából, hogy azért azok, akik gyalászkodni akarnak, azok megragadták az alkalmat megint. Tehát, ebben mi a gyalászkodás? Hát biztosan is figyelte azért itt-ott megjelenő híreket ezzel kapcsolatban. Nem. Tehát annyira stílustalan és annyira méltatlan egyébként az egész magyar sajtóhoz, ami két napig vagy másfél napig ezzel kapcsolatban ment. Miért stílustalan? Hát egyből ítéletet hoztak egy olyan dologra, hogy fogalmuk sem volt, hogy volt egy hivatalos, egy ország által hivatalosan üzemeltetett honlapon egy hivatalosan közölt fotó, hivatalos képaláírása is azon azt szerepel, képaláírás és a kém sem stimmel. Tehát csak gyanút kellett volna fogni, hogy valami nem világos stimmel. Világos a feleség, azt eltéveszt. Mindegy, az összes, olvass el a kommenteket, olvass el az ezeket. De én a kommenteket nem fogom elolvasni, nem az érdekel engem. Nekem részben dolgom, én elolvastam, szerintem méltatlan az egész. Hogy megjelent egy olyan hír, hogy a magyar állam nevében a magyar miniszterelnök
familiája tárgyalhat. Azért nem mondja, hogy ennek nincs hírértéke. De nem jelent meg egy ilyen hír, hanem egy, még egyszer, láthatóan ellenőrizetlenül, láthatóan pontatlanul, mondom még egyszer, önmagáért az a kép aláírás, meg a tarkép tartalma önmagáról beszél. Tehát ez egy nem történet, nincs miről beszélni. Egyébként nekünk van folyamatban tárgyalásunk Bahreinnel az energiapolitikát illetően? Hát megmondom őszintén, én úgy emlékszem, hogy a tavalyi évben pont a zöbölt országokkal Sesták Miklósék készítettek elő és meg is valósítottak egy olyan együttműködési megállapodást, ami az energiaszállítással, illetve forgalmazással, egyebekkel kapcsolatos, de hát természetesen folyamatosan tájékozódunk egyébként energiaügyekben. Miniszterelnök is járt az elmúlt években többször abban az országokban. És akkor például, amikor a miniszterelnök lánya és veje ott jártak, mint egy 3 napra, azért ez például nem fura önnek, nem miért akadt tudja, meg rajta? Hogy hányan járnak Magyarországról Dubajba? 3 napra? Hát akár, vagy akár egy hétre. Az már mindjárt más. De három nap? Hát egy hosszú hétvége, az miért nem? Bahreinben? Hát abban 2 nap az utazás. Ne vicceljen már. Nem? Szerintem közvetlen járatok vannak az öböl országokban most már. Hát a 3 nap, azért ott az távolság. Tehát, hogy 3 napra nem. Szerintem tehát ez is nagyon furcsa volt. 6 óra hogy... repülőt körülbelül, vagy 7 talán. Jó, hát akkor 1 nap elmegy az utazásra, hogyha 6-7 órát repülök, utána valószínűleg nem járom be a városnak. Ne hozzon már ebbe a helyzet, most 3 napot voltak ott, 3 napot. Tehát ne beszélgessünk olyan dolgokról, amiről nem áll információ rendelkezésünk. Ezek szerint ott voltak 3 napot magánlátogatáson, ez az ő dolguk. Ezt ők hozták nyilvánosságra 3 napot, és csak ebből akartam kiindulni, hogy ez a 3 nap is kicsit ilyen fura volt. A kérdésem önfelé nyilván nem az, hogy miért 3 napra ment Orbán Ráhel Bahreinbe, mert ezt honnan tudná, én sem tudom, de egyébként tényleg semmi közünk hozzá. Akár egy órára is kiment valaki, hogyha úgy szottyan kedve és van rá pénze. Nem ez az érdekes, hanem azt akartam kérdezni, hogy ebben az időszakban, amit a miniszterelnök lánya hivatalosan is nyilvánosságra hozott, hogy ez hányadikán történt, például a magyar hivatalos delegáció is járt. Én nem tudok ilyenről, hogy akkor járt volna a hivatalos delegáció. Az egész ügy, ahogy indult, a képaláírás, amelynek valóban voltak tévedései is, kapcsán, hogy a magyar állam nevében a miniszterelnök lánya és annak veje tárgyal, ennek kapcsán a kérdés abszolút aktuálissá vált. Valaha a miniszterelnök családtagjai tárgyaltak hivatalosan Magyarország nevében? Kizárt dolog. Egészen biztosan nem. Hivatalos tárgyalás nem folytathat csak a miniszterelnök, illetve azok, akik ezekkel a kérdésekkel hivatalosan foglalkoznak. Hát, hogy hivatalosan így van, azt tudom, nem is szokott ilyen előfordulni. Még egyszer kizárt dolog, hogy ők tárgyalásokat folytattak volna, aminek a magyar állam működésére döntéshozott arra hatása lenne. Vízumköteles ország, én ezt is említette, azt például már tudjuk, hogy akkor a magyar külügy azt tudta, nem, hogy a miniszterelnök lányának vízumot... Miért kellett volna a magyar külügynek tudni, amikor a Bahreinnek adják ki a vízumot? De a magyar külügynek ehhez semmilyen fokon nincs. Hát nem gondolom, hogyha valakinek van egy érvényes útlevele, ön is bevattyoga, most már persze nem kell mondjuk az amerikai követségre, hogy oda szeretne utazni, arról a magyar külügy nem vagyunk benne biztos, hogy értes. Bahreini vízumot szerintem Magyarországon nem is nagyon lehet beszerezni. De ne hozzon ebbe a helyzetbe olyan beszélgetés. De már megint nem tudtam elmondani, hogy mi a kérdés ezzel kapcsolatban. A külügyminiszter azt mondta, hogy külügynek erről nem volt információja, hogyha én azt gondolom, miniszterelnök lánya vagy családtagjai védett személynek minősülnek, nem? Tehát, hogyha ők egy távoli vízumköteles országban mennek, ahhoz sincs közel. Hát önálló családot alapított emberekről van szó, akiknek én úgy gondolom, hogy mivel már nem élnek a miniszterelnök háztartásában, azt gondolom, hogy jó eséllyel nem jár a személyes védelem. Még ilyen típusú lekövetés sem, hogy a miniszterelnök közvetlen családtagjai egy távoli országba utaznak? Ha meg ilyen lenne, arról meg nem állna módonban beszélni. Tehát nyilvánvalóan nem fogok nem megosztani azokat a kérdéseket, amelyek adott esetben biztonsági kérdések, de még egyszer magánútról volt szó, szerintem pont mennyi, 6. persze beszélgetünk egy olyan dologról, amiről önnek sem nagyon van tudomása, nekem sem, ennél értékesebb a műsoridő, azt feltételezem, azt gondoltam, hogy olyan dolgokról fogunk beszélni, ami kicsit ennél fontosabb. Pontosan tudta, hogy hát, hogy szóba fog jönni, csak már 6. percet beszélünk a semmiről. Én nagyon örülök annak, hogy félti az adásidőt, tényleg drága egyébként, de hogy ez a téma érdekli a nézőket, és érdekli, hogy a kormány szóvivőn keresztül mit mond ezzel kapcsolatban, azt higgyel. Igen, de ez délután egyébként már elmondta Lázár János is. És aki nem látta, az most itt feleleveníthette, igen, vagy megtudhatta ezeket a fontos információkat, úgyhogy... Kérdezhetek öntől valamit? Hogyne. Ön elmegy szavazni? Másodikán? Ehhez önnek mi köze? Csak meg akartam kérdezni, kíváncsi lettem volna. Pont olyan ügyről van szó, mint egy magánügy, hogy valaki hova utazott. Én azt szeretném megkérdezni öntől, hogy elmegy. De én nem vagyok szavazni. A miniszterelnök lánya, és rólam egyetlen csak, egy mert ez ország egy fontos dolog, hivatalos... Sokkal fontosabb arról beszélni, ami körülöttünk zajlik a világban, különös tekintettel arra a hírra, amit ön is biztos hallott a mai, igen, este, illetve mai nap folyamán, hogy mi történt Németországban egy magyar hölgyel, hogy
képesek vagyunk-e olyan környezetet előidézni, vagy garantálni Európában, hogy a feleségeinket, lányainkat, a magyar állampolgárokat olyan biztonságban tudjuk, hogy ne történjen velük meg az, ami megtörtént három eritreai által Németországban. De igen. Ezt most ebből ugye nem akar általánosítani, csak hogy a magyar lányok anyák gondoltam, megkérdezem, veszélyben vannak. Megkérdezem öntől, hogy ön például elmegye és el tudja dönteni, amit láthatom, hogy a magyar baloldal nem tud eldönteni, hogy milyen, mit kell mondani pontosan. Szerintem el tudják dönteni, majd erről ők nyilatkoznak. De a kettőt ne hasonlíts össze, hogy én elmegyek-e magánemberként a népszavazásra és leadom a szavazatomat, avagy sem, illetve hogy a miniszterelnök lánya a bahreini információ alapján, mert ezt nem az újságírók találták ki, tárgyalt-e a magyar állam nevében, ez a kettő nem. De ezt ön is tudja, hogy lehetetlenségről beszélünk. Tehát nem tárgyalhatott, nem is tárgyalt, de és az egész nincsen ügy. De én akarom tudni, hogy mi a hivatalos álláspont és információ, és azt gondolom, hogy a nézők is kíváncsiak erre, és hogyha most nem kezdünk el már még ezen rágódni, hogy miért kérdezem azt, akkor már rég másról beszélnénk, és az beszéljünk értékes másról, műsoridő. Például Mengyi Rolanddal kapcsolatban önöknek volt korábban információjuk arról, hogy bármiféle eljárás indult az uniós pénzek vélelmezett csalása ügyében, a NAV-nál, illetve az ügyészségnél, és egy fideszes képviselő is érintett lehet, vagy pedig önök is az újságból értesültek? Hát ez ugye az uniós pénzeket nem értek át, tehát ezt szögezzük le, hogy egy dolog biztos, hogy az állam, illetve a folyamatban lévő programok részéről kifizetés ebben a történetben nem történt. Tehát ilyen típusú információk, hogy az európai pénzekkel kapcsolatban bármi történt volna, nyilván nem volt, mert nem is lehetett. Olyan típusú információk volt-e, hogy Mengyi Rolanddal kapcsolatban a rendőrség, hát legfeljebb a nyomozás folytató szerveknek, adott esetben a NAV-nak lehetett ezzel kapcsolatban információ, politikai információ nem volt. Politikai információ. És mit szólnak most, hogy már van politikai információ? Ezt is elmondtuk, szerintem nagyon szívesen megismétlem. Örülünk, hogy Mengyi Roland maga is kérte a mentelmi jogának a felfüggesztését. Én azt gondolom, hogy a parlament, ha jól számolom, a jövő hét utáni héten az első ülésén nyilván fog is erről dönteni. Mindenkinek az az érdeke, hogy tisztázódjon, hogy pontosan mi történt. De azért ez nem egy ilyen könnyen átléphető történet. Lázár János is nagyon... Önnek ebben tökéletesen igazán van, egyáltalán nem könnyen átléphető, sem Roland személyes sorsa, vagy karriere szempontjából, sem pedig azon tanulságok szempontjából, hogy hogyan jártak el, ki érintett adott esetben bármiféle eljárásban, vagy adott esetben szabálytalanságban ebben az ügyen kapcsolatban. Nem volt ennek egyébként semmiféle jele, tehát nem hatósági eljárásra gondolok, hogy valaki vagy valakik megpróbálják megkörnyékezni a kormány bármely tagját, vagy a miniszterelnökséget, hogy segítsenek az uniós pénzek elnyerésében, a pályázatok így és ennek megfelelően legyenek kiírva? Hát furán teszi fel a kérdést, hiszen ugye az összes pályá, minden európai pályázati pénzzel kapcsolatban, ön pontosan tudja, azt gondolom, a hosszú pályafutása kapcsán, hogy ez egy nagyon komoly munka, tehát nagyon komoly lobbizás folyik, hogy ki szeretne, mire. De azt is tudom, hogy nagyon sokan megpróbálnak ezzel visszaélni. Na hát ez a rendszerre pontosan az a feladata, és ilyen szempontból a rendszer jól vizsgázott, hiszen nem sikerült, hogyha láthatóan van egy megalapozottnak tűnő gyanú, legalábbis erre biztató emberek. A tanulság az, hogy a rendszer jól vizsgázott? Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát, akkor is azt fogják mondani, hogyha kiderül, hogy nagy Isten egy fideszes képviselő érintett az ügyben? De még egyszer, most az államról beszélünk. Én a kormány, illetve a kormány által működtetett intézményekről tudok mondani, Mengyi Rolandnak magának kell megvédenie magát, magának kell rendezni az ügyét. Tehát ebben nem tudok. Itt lesz majd az ügyvédje. Világos, ezt hallottam is, tehát ez az ő dolga. Nekünk ezzel a kormánynak ezzel kapcsolatban nincs dolga. A kormánynak azzal kapcsolatban van dolga, hogy meg kell vizsgálni, és folyik ez a vizsgálat a miniszterelnökségen, amely ma felelős egyébként az Európai Uniós pályázatok lebonyolításáért, ellenőrzéséért és a többi, hogy volt-e a rendszerben olyan dolog, amelyet tovább kell vizsgálni, nagyon Isten azt veti fel, hogy valahol ott is szabálytalanság volt. Egy dolog megnyugtató, ezt tudjuk most mondani, hogy az a pályázat, amiről itt szó volt, az nem valósult meg, tehát abban kifizetés nem történt. Ezért alakítottuk át a pályázati rendszert. Emlékszik, talán két vagy három volt. Éve beszélünk erről folyamatosan. Tudom. És én azt gondolom, hogy ebben az évben a pályázati rendszer jól működik, tehát jó arányban vannak, megfelelő időarányosan. Itt állítólag kenőpénzeket, ugye lehallgatási jegyzőkönyvek alapján állítólag kenőpénzeket kellett fizetni illetékes embereknek, akik a még illetékesebbeknél el tudtak járni. Ezért kérdeztem, hogy olyan irányú információk nem, vagy nem volt valamiféle presszió, vagy nem környékezték meg a minisztériumot, a miniszter elnökséget? Hát hogy nem is a feltétlenül a minisztériumban zajlott minden, ugye a pályázatírásokkal kapcsolatban, és talán hagyj emlékeztessük a nézőket, meg önt is, hogy emlékeztessem, hogy azért alakítottuk át most a rendszert, hogy ne legyen lehetőség arra, hogy
intézményesül-e a pályázatíróknak az a típusú pénzlenyúlós tevékenység, ami szinte garantált a számukra egyébként. Az előző pénzügyi ciklusban, főleg a 2015, az iszonyatosan magas arányát egyébként a pályázatírói díjaknak például. Abban már 2010-11-ben sikerült változtatni, és mostantól kezdve nincs ilyen. Tehát a pályázatok elbírálása, adott esetben a pályázatok megírásában való segítség, az a minisztériumok, a programokat futtató, az OP-ket, tehát az operatív programokat mindjárt futtató. Mindjárt Hadházi Ákos lesz a vendégem. Ő hétről hétre ennek azért pont az ellenkezőjét hozza, és példákkal. Én megértem Hadházi Ákos tevékenységét, meg adott esetben a sajtóit is. Tehát szerintem ebből a szempontból nincs köztünk vita. Mindenkinek az az érdeke, hogy a Magyarországnak járó strukturális forrásokat a lehető leghatékonyabban és tisztán használjuk fel. Egy-egy téma, amely feljön, vagy egy-egy konkrét eset, amelyben feljelentés születik, nagy isten nyomozás indul el, az nem jelenti azt, hogy intézményi szinten, vagy a rendszer egészét tekintve Magyarországon bármilyen probléma lenne. Erről Lázár János, az érintett területtel foglalkozó államtitkárok rengetegszer beszéltek az elmúlt időszakban. Magyarország nemhogy nem lóg ki a sorból, hanem jóval kevesebb, inkább kevesebb volt az ilyen típusú visszaélések vagy gyanúk száma, mint adott esetben más országokban, tehát az átlaghoz képest. Igen, de olyan, ön is tudja, nincs, mindig van, nagy a kísértés, nagy pénzekről van szó. Én nem tudom. Hát tapasztalatból tudhatja, hány olyan ügyel foglalkozott már. Úgy igen, de én még nem estem kísértésbe, köszönöm szépen. Én sem, hál' Istennek, úgyhogy ez mindenünk érdeke, hogy senki ne essen abba. Köszönöm én is.